Budapest Ridimbennek volt egy ilyen kezdeményezése, hogy különböző ridimekre elhívnak előadókat, és így ilyen párosokat, kombinációkat alkotva adjunk elő már létező dalokat. Így lett elhívva például Senna, vagy Kemon, vagy Sóti Júli, vagy Krisa. Én például ilyen strictly reggae számokat ritkán adok elő élőben. Az Irie nevű francia csapattal vettünk fel jó néhány kis számocskát, és készítettünk kislemezt, de keveset szoktam élőben játszani, úgyhogy például nekem ma azért izgalmas, mert ezeket eljátszhatom. Számtalan, illetve számos, ahogy tetszik, MC fogja most előadni a saját verzióit egy-egy ridimre. Lesznek klasszikus, meg jamaikai ridimek is, illetve olyan alapok, amiket a Budapest Ridim Band komponált. A ridim az egy zenei alap, tulajdonképpen a maga a vokál nélküli zenei alap, tehát gyakorlatilag ami plusz hozzá, az az ének, illetve azok a backing vokálok, esetleg egyébként átrakítják a zenei alapokat, egy kicsit a saját képükre faszonozzák egy-egy MC-k, de alapvetően a idém az egy ugyanolyan az a zenei alap, amit sokan használnak, és akkor így ebből úgy lesznek új dalok, hogy mindenki új éneket költ rá. Alapvetően nem annyira nehéz, hiszen tulajdonképpen mindenki zenei alapokkal dolgozik, vagy saját maga számára komponálja őket sok esetben, vagy pedig kész létező zenei alapokra énekel rá. Most csak egyfajta zene szól, szóval régebben tehát sokféle zenét hallgattunk, mindenki más, meg azt is, meg lehetett beszélni azok a dolgokról, meg mutatni. Most annyira nincs az, hogy mondjam, az ilyen egy gombos történet, ami most van, hogy nyomsz egy gombot, és akkor szól valami, ami amúgy is szól a rádióban, meg a tévében van klipje. Szeretem magam több dologban kipróbálni. Egy csomó zenét egyébként ismertem innen-onnan, és Kemon például egy ilyen nagy szervezője volt ennek az esnek, hogy ezt hozzuk össze mindenképpen. A másik viszont, ami tökre közben áll, hogy maga, hogy az előadók, hogy nagy részt ismerek mindenkit, és én azt gondolom, hogy itt az ember azért jól érzi magát a bőrében, akkor jó dolgot tud kihozni, és ez tényleg nagyon fontos, hogy amellett, hogy mennek a saját koncertjeink, mindenki nyár, fesztiválok, már erre vagyunk fókuszálva. Nagyon fontos legyen egy ilyen ügy, amikor adunk egy ilyen kicsit mást. Meglátjuk, lehet ezzel be tudunk vonzani akár a reggae, a dancehall, ebből a jamaikai kultúrát, a magyarul hallgatóknak a köréből is embereket, akár mondjuk egy hősebb újra, és hogy emiatt ez tökre fontos.